Sajnos azért vagyok depressziós egy csomószor, mert rengeteg Chelsea szurkolót követek Twitteren, ugye? Ilyen, és ugye hát a legteljeső lemondás, tehát, hogy most a Aston Villa ellen 2 napig nem mentem Twitterre, mert mondom, nem ölöm meg az agyamat azzal, hogy végigolvasson a legdepresszívebb világot. Zicser, avagy kapásból a léc alá. A 24.hu podcastja a top futball történéseiről. Laikusoknak receptre, fanatikusoknak vény nélkül. Sziasztok! Én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok, és ezúttal Angliába megyünk, mert amikor 2022-ben a Chelsea amerikai befektetői a Clear Lake Capital élén Todd Bowley-val megvásárolták a Kickereket, 1 milliárd fontos éves bevételt célozták meg, ami éppen a duplája volt a 2020-21-es éved bevételeinek, amikor is BL döntőt nyert a csapat Thomas Tuchel irányításával. Nem mellesleg nagyságrendileg ekkora összeget költöttek el az elmúlt 2 év, vagy pontosan most már 3 átigazolási szezonban csak játékosokra, és akkor még egyéb kiadásokról, bérekről nem beszéltünk. Úgyhogy ez az ambiózus terv egyelőre inkább álom marad, úgy tűnik, mert a szurkoló más sem lát, mint iszonyatos jövésmenést a klub házatáján, új játékosok, mint edzők terén egyaránt. Rövid felvezető után mi másról beszélgethetnénk Magyarország 2 legChelsea stáb újságírójával, és ez Peti, tőled loptam a tegnapi leveledből, és ebből ki is derül, hogy Pető Péterrel ülünk itt a 24.hu főszerkesztővel. Szia, Peti! Sziasztok! És a másik Chelsea-stával, Kaposi Dáviddal, a Magyar Jégkorong Szövetség kommunikációs osztályvezetővel. Sziasztok! Szavaszt. Tulajdonképpen a londoni kékek múltjáról, jelenéről, jövőjéről szeretnék veletek beszélgetni, illetve hát kicsit arról, hogy próbáljuk meg az elmúlt 20 évet, a 2003-22 között íródó Abramovich érát és az új amerikai tulaj, hát bő 1 éves tevékenységét górcső alá venni, milyen hasonlóságok, milyen különbségek vannak, de először is röviden beszéljünk arról, hogy tavalyi év 12. ugye helye, és az idei első 6 forduló 14. helye után, és hát miközben a klub megszüntette azt a támogatást, például amely segítségével a szurkolók 10 fontért tudnak oda-vissza idegenbeli meccsre utazni Anglián belül. Milyen vigasztaló szavakat tudnátok ti mondani a szurkolótársaknak? Először is ki tud nekünk vigasztaló szavakat mondani, onnan kezdjük. Hát hogy... Próbáljuk meg, vigasztaljátok egymást. A női csapatot egyre többen követjük szerintem, mert az jó eredményeket szokott elérni, azt érdemes mindenkinek figyelni, hogy a hosszú ideje bajnok, FA Kupa győztes, BL döntőt játszott, tehát ha valaki jó focit akar most látni kékmezben, akkor a női csapat meccseit érdemes majd nézni. Oké, biztos látjuk is, szépen feszül az új mez. És ráadásul még a James-t is kapnak akkor tutira a pályán, mert ugye a Reece James állandóan sérül, de a húga, a Lauren James az sokkal kevésbé sérülékeny, úgyhogy többször van pályán, úgyhogy már csak ezért is érdemes oda nézni. De hát tulajdonképpen akkor fordítsuk komolyra a szót. Most mi van? Óhatatlan és teljesen természetes tulajdonos és irányváltás utáni hullámvölgy, vagy ez egy teljes lejtmenet kezdete, ami aztán ki tudja, hol állítja meg a Chelsea-t? Hát jó lenne tudni, és inkább reméljük, hogy az első, ugye azért az előző szezonban, szerintem itt főleg a végén azt gondoltuk, hogy ennél rosszabb nem lehet, de hát tessék, itt van. És hát azért talán túlzás lenne csak arra mondani, hogy bal szerencsés most a csapat. Ez azért valóban túlzás lenne, de azért, hogyha ezeket a meccseket megnézzük, akkor nem itt kellene állnunk, hanem tehát 6 meccsből olyan 10-12 ponttal kellene állni a csapatnak, és ez nyilván majd, amiről részletesebben fogunk beszélni, sok minden a tapasztalatlanságnak, annak, hogy azért nagyjából egy jó fél csapatnyi 6-7 új játékos érkezett a kezdőbe, tehát hogy nekik mind be kell épülni, össze kell szokniuk az új edzővel, és ez valóban időt vesz igénybe, de hogy ez mennyi ideig fog tartani, ezt én nem tudom megjósolni, és hát azért főleg, erről is majd gondolom beszélünk részletesebben, hogy most azért a sorsolás elég kedvező volt, tehát hogy ennél jobbat nem nagyon lehetett volna összerakni, és hogy ezzel együtt áll 5 ponttal a csapat 6 meccs után, és azért a java majd csak most jön, és hát hogyha nem nagyon változik a helyzet kedvező irányba, akkor lehet azon elgondolkodni, hogy meddig is tart ez a türelem. Van némi örömhír azért itt a Liga kupában, a cimborát, az üzlet egyik üzleti cimborát, vagy az üzletek egyik hatalmas haszonélvezőjét, a Brighton sikerült 1 góllal hazaküldeni. Igen, a cimbora és a haszonélvező között itt azt hiszem. Lehet, hogy van egy távolság, amit meg kell tenni, mert ki tudja, milyen alapon köttetődnek hát ezek az üzletek. Haszonélvezői volt a Brightonnak. Nem nem tudtam összeszámolni, szerintem minimum 250 ezer, vagy millió fontot pengettek ki itt egy év alatt, úgyhogy a Brighton főszponzora a Chelsea. Pontosan, igen. Hát és köztük olyat ugye, ami a Potter ugye triplán rossz biznisz, mert hogy még mindig fizetik az edző fizetését, miközben már rég nem az edző, de ez zárója. Szóval az első kérdésedre visszatérve, nyilván azt mondom, hogy a Chelsea szurkoló mindenképpen az első verzióra gondol, amikor ezt a kérdést felteszed, hogy egy új projekt és az ezzel járó átmenet az, aminek az eredményét látjuk. Egyébként csak a Dávidra reagálom, pont a Sky News tett ki, azt hiszem, nem is voltam ma vagy tegnap egy nagyon érdekes statot, hogy a Chelsea támadó statisztikai alapján lényegében nincsen, amivel nem áll a hatba, tehát XG kialakított nagy helyzetek, passzos, stb. Ki a végén, amikor tényleg úgy szakmailag megnézzük ezt. Meg ráadásul szerintem azért még fájdalmasabb nézni, mert hogy aki nézte a felkészülési meccseket, nem így nézett ki, plusz az első forduló se így nézett ki, ugye a Liverpoollal játszottak, egyébként el is veszthették volna azt a meccset, mert a Liverpool vezetett, majd utána olyan necces helyzetből volt egy Liverpool-es gól, amivel eldőlhetett volna, utána viszont az egy egyértelmű Chelsea fölénnyel zajló meccs volt, azzal a Liverpool-al szemben, hogy meg nagyon azóta egyébként rakéta üzemmódba állt. Szerintem, ami most ilyen magyarázkodásnak tűnhet, de ugye ilyen típusú nagy váltásnál, amikor és van ez az angol mondat, amit ilyenkor mindig mondanak, hogy bízza a folyamat, ez a magyar fordítás, hogy bízza a folyamatban, itt azért tényleg arról van szó, hogy gyerekek játszanak, most a gyerekeket nyilván idézőjelbe, de hogy azért ezen a szinten a Premier League-ben, a világ legerősebb bajnokságában ilyen alacsony átlag életkorú csapattal neki menni úgy, hogy kiesik a legfontosabb lánc, ez a Kunku egyébként, tehát az aki nézte a meccseket a nyáron, azt tudja, hogy Kunkura irtózatosan fontos feladat hárult. Egyébként az Enzo Fernández játékát is nagyban meghatározza a Kunku jelenléte, és ahogy ő kiesett a legelső meccs előtt lényegében, az alapjaiban rontott el mindent, ami nem látszott a Liverpoolnál, vagy a Liverpoolnál bizonyos értelme, de utána nagyon érződött, mert utána még ráadásul helyettese is kiesett, tehát ott egy nagyon rossz szériába kerültek. Tehát én nem aggódom amiatt, hogy azért ilyen minőségű játékosokkal, meg ilyen tehetségekkel beragadnának végleg a 14. hely környékén, de sokkal zaklatottabb az átmenet, mint én gondoltam. Tehát azt azért gondoltam, hogy a Pochettinót én azért egy nagyon komoly ilyen szintű csapathoz való edzőnek tartottam, és a játékosok egyrészt is oké, lehet, hogy fiatal, de hát világbajnok, meg írzatos tapasztalattal felszerelt futballisták, tehát azért nem arról van szó, hogy az ifiből rángattak elő gyerekeket és dobták be a mély vízbe egyből. Szóval ebben az értelemben nyilván meglátjuk. Azért mindig a tulajdonosokról, meg a játékosokról van szó, lassan az orvosi stábnál is körbenéznék, hogy miről van szó, mert az a sérülés tömeg, ami van, azt nem tudom már, kilenc, és ráadásul idősebb játékosok. Abszolút, ugye a Chilwell James, igen. Pont az a gerinc, vagy akire lehetne támaszkodni, vagy kellene támaszkodjanak a fiatalok, vagy ők szabnák meg a ritmust, irányvonalat. Vicceltünk ezzel, hogy amióta Éva Caneiro-t ugye Mourinho kiutálta, azóta van rontás a csapaton, és azóta van ilyen sok sérültünk. Mourinho lassan szabad lesz. Igen, azt akartam mondani, hogy Mourinho az lehet napok kérdés, aztán, hogy na, de kicsit kanyarodjunk el oda, mert említettük ezt, hogy ez lejtmenet, vagy most mi van. Kicsit vonjunk párhuzamot. Mondok nektek két számot. Bécz úrtól 30 millió fontért vette még meg 2003-ban Roman Abramovich a Chelsea-t. Ugyanez 5,2 milliárd euró volt tavaly ez az ár. Egyébként hasonló méretű költekezésbe kezdtek. Abramovich is talán az első évben is mindjárt ilyen 100 millió font körüli összeget, ami akkor döbbenetesnek számított, költött új játékosokra. Az új amerikai befektető azt hiszem 600 millió font körül, tehát ez egyben mutatja valószínűleg az angol labdarúgás felértékelődését, az elkölthető pénz nagyságát. Szerintem ez reál értékre vetítve nem változott. Az viszont nagyban változott, hogy hát azért az Abramovich éra első évében már rögtön második lett a csapat, utána meg kétszer nyertek bajnokságot. Most ugyanez a tőkeinjekció, kellett, nem kellett, ezt majd megvitatjuk, szükség volt rá, vagy nem volt szükség rá. Ez pillanatilag nem, hogy eredményt nem hoz, de hát a lejtmenet vagy mélypont felé kanyarodást mutatja. Mi ennek az oka, hogy Abramovichnak sikerült, most nem sikerül jelentősen nagyobb összeggel? Hát sokkal nagyobb a verseny, ami a Premier League-et jellemzi. Tehát akkor azért volt egy nagyon jó Arsenal, meg volt egy nagyon jó United, már talán az Arsenal azért a prime-ján túl volt, de hogy jó, a top 4-ben még ott volt a Liverpool, de azért a Tottenham még messze nem volt az a szintű csapat, ami aztán lett. A Cityről ne is beszéljünk. Akkor top 2-ről beszéltünk, most top 7-ről 8-ról szokták mondani. Sokkal könnyebb volt ebbe, nyilván rengeteg pénz elköltésével, de bekerülni, és nyilván az is hozzá tartozott, hogy akkor Mourinho még egy jó edző volt, vagy hát még azért egy olyan, aki tudott hatni a csapatára, és nem csak mondjuk elidegenítette őket magától, és hát persze rengeteg pénzt elköltöttek, de akkor olyan játékosok érkeztek azért, nem csak fiatalok, hanem inkább rutinos játékosok, és azért ott is volt mellényúlás, hiszen nyilván Crespót imádtam, de aztán be kellett látni, hogy az angol bajnokság neki valamiért nem fekszik, de azért akkor jött egy Drogba, Makelele, olyanok, akik azért meghatározták Cseh, tehát hogy lehetne sorolni, meghatározták azért itt a Chelsea-nek a későbbi történelmét. Tehát én erre tudnám visszavezetni, hogy most azért megnézhetjük, hogy egy Aston Villa, vagy akár a feljutók mennyi pénzt szoktak elkölteni, tehát hogy tavaly a Nottingham is vásárolt egy csapatnyi játékost. Meg az idén is. Igen, tehát hogy az, hogy most már valaki elkölt 100 millió fontot egy ilyen nyáron, vagy akár télen, az már nem számít meglepetésnek. De akkor különösen indokolt a kérdés, tehát hogyha és igen, ezt ugye mindannyian tudjuk, elfogadjuk, tehát a televíziós jogdíjbevételeknek, stb. Annyira kiegyenlített a Premier League mezőnye, hogy ott tényleg az van, hogy a tök utolsó is bármikor pariban lehet az elsővel, vagy legalábbis meg tudja nehezíteni a dolgát, és ugye azt hiszem most pillanatilag még 110 vagy 120 millió fontot kapnak évente minden egyes csapat alaphangon, vagy tehát olyan költségvetéssel dolgozik, hogy tényleg a 20. is meg tudja venni a számára elérhető legjobb játékost. De akkor mégis mi indokolja ezt a hatalmas nagy játékos cserét, mert ugye kicserélték szinte az egész keretet. Volt olyan, akit tavaly megvettek, Kulibári már tovább is adták 15 millió font veszteséggel egy év alatt, Al-Hilálnak talán, ha jól emlékszem. Mi indokolja ezt a nagy népvándorlást? És akkor egyelőre koncentráljunk csak a játékosokra. Mi a koncepció emögött? Csak egy mondatra, Dávid, verseny szempontjából azért hogy az Aston Villa vagy a Brighton milyen minőségű futballistákat és hogyan építi meg, az tényleg nem vethető össze szerintem a korábbi időszakokat. Tehát a Premier League kontra világ, az szerintem teljesen elszakadt most már egymástól, tehát egyszerűen teljesen más logikán vannak. Plusz divat elfelejteni, de hát ordinári betlik követték a Abramovich korszakot is. Tehát csak a 9-eseken végignézünk, most a Crespo, Fernando Torres, Shevchenko sorolhatnak a írzatos futballisták, de hogy betliztek sorba a Chelsea-be, Morata egyébként, tehát hogy nem is Drinkwater, most nem a 9-esektől elépett, tehát Bula Cruz, tehát valójában olyan játékosokkal volt, ugyanúgy voltak tévedés bizniszek. Itt valójában aztán még sokkal kevesebbről tudjuk, mennyi a betli a mostaniakból. Említetted Kai Havertzot is de azért mégiscsak BL győztes lett. Ne, igen. És akkor most az eredeti kérdésedre szerintem, most a második kérdésedre, hogy a játékos mozgás mindokolja. Szerintem egyébként az nagyon világos, hogy úgy ítéltek meg, hogy vége annak a korszaknak. Tehát a BL győzelem után nem voltak képesek fenntartani azt a versenyhelyzetet. Tehát az a folyamat valójában szerintem akkor ért véget, mikor lefújták azt a meccset. És akkor viszont nem kezdték el újraépíteni. Ugye akkor volt a kapkodás viszont részint, ugye, mert következett tulajdonosváltás, stb. És az a betli átigazolási időszak szerintem, amit az átmenetkor volt, ugye a túlárazott Kukurellától a Kulibaliig, aki egyébként utána szintén nem váltotta be azokat a reményeket, amit mindenki gondolt, és sorolhatnánk. Tehát szerintem ott volt egy nagy roncsolás, az a tavaly nyár volt a teljes roncsolás, ami részint ezt a kuka részét ennek a résznek igazolja. És azok a játékosok szerintem, hogy elmentek, abban viszont van egy hosszú távú koncepció szerintem, és ez az Abramovics meg az új éra közötti nagy különbség. Az Abramovics azért szokták mondani, az orosz oligarchákhoz hasonlóan ingyen pénzt költ, tehát sokkal kisebb, kevésbé érdekelte az üzleti megtérülés, mint fő üzlet. Ezek az amerikaiak, ezek ilyen szempontból világos, hogy mit csinálnak. De mi ebben az üzlet? Azt magyarázátok már el nekem, hogy mi ebben az üzlet. Hát azért a Kulibaliék fizetése, tehát ezek irdatlanul túlárazott fizetések voltak. Magyarul ezek az összegek, amiket mondtál, ezek a financial fair play szempontjából, ugye nagyon érdekes számok, hogy mennyivel kevesebbért megy el, de valójában sokkal többet spórol a fizetésekkel, mert hogy ezeknél a játékosoknál hosszú időn keresztül valójában a bértömeg jelenti a nagyobb terhet a pénzügyi fair play-ben, és megszabadultak olyan magas összegű, tehát a Lukákunál is már lényegében mindegy volt, mennyiért megy el, hogy kivehessék a könyvekből a fizetését, az volt a kulcsa ezeknek, a Kulibalinél szintén, és sorolhatnánk, még volt jó pár játékos az eladottaknak. Plusz szerintem abból látszik, hogy ez az a keret, és ezért mondom, hogy véget ért a BL győzelemnél a történet annak a keretnek, ahol ennyi megy egyszerre Szaúd-Arábiából, tudjuk, hogy ott már nem volt meg az a motiváció ezekben a játékosokban, amik kellett, hiszen ha tömegével voltak hajlandóak azonnal igazolni Szaúd-Arábiába, azért látjuk más csapatoknak, hogy meddig kitartanak bizonyos játékosok, hogy ne kelljen oda menni, lehet, hogy végül ott köt ki, de hogy vár az utolsó pillanatig, hát ha van versenyképes európai ajánlata, itt ez már nem volt szerintem, és ezért kezdődött nulláról az építkezés, és nagyon más logikán, tehát ezek a 8 éves szerződések is, amiket aláíratnak sorba, ugye az is egy pénzügyi fair play megoldás, hogy elinflálják szintén évente ezeket az összegeket. Szerintem itt sokkal nagyobb hangsúly volt az, hogy ezeket a pénzügyi mutatókat első körben valahogy rendezzék, úgyhogy közben olyan csúcs tehetségeket gyűjtenek egybe, akik majd egyszer az reményeink szerint 2-3 év múlva meg lesz. Hát ugye ez 2030 projekt néven fut. Igen. Na, hát milyen hasonlóság itt a szaúdiakkal. Magyarországgal itt is. Szóval, hogy igen, de aztán, hogy azért ez elég hosszú táv ahhoz, hogy addigra előre lássunk, és annyi benne a bizonytalansági tényező, tehát hogy, és lehet, hogy ezért vesznek annyi játékost, akik meg le is passzolnak most kölcsönbe, lehet, hogy csak a feléből lesz valami, de most nem tudod megmondani, hogy a Caicedo meg a Lávia fog tudni együtt játszani, meg az Enzo Fernández, vagy hogy ezekből a ügyes brazil szélsőkből, akikből most vettek hármat, hogy azokból melyik fog befutni, lehet, hogy az egyik se. És akkor jó, még lehet azt mondani, hogy nem 50 meg 60 millióért veszed, hanem 10-15 ér, és akkor tudod egy kicsit őket jegeltetni Strasbourgban, ugye ez is egy érdekes dolog, most beszállt a Chelsea is ebbe a szatellit klub modellbe a Strasbourggal, ahol ennek annyira nem örültek. Egyenlőre csak egy játékos ment oda. Aki az egyik legígéretesebb brazil szerintem. Miért nem akar valaki mondjuk az Újpestbe beszállni a Chelsea-ből? Sokkal jobban járna szerintem. Na jó, ez az én csak én lilavére mondatja, ez egy jó magyar klubban simán könnyen oda tudna érni a Bajnokok Ligájára, tudna 20 éves remek játékosokat Bajnokok Ligájába megfuttatni, és amelyik beválik, akkor az játszhatna. Egyébként a fizetésre visszacsatolva azért a momentán a legdrágább fizetésű játékos Sterling egy heti 300 000 fontot csak hazavisz. Ő maradt ezek közül a 300-as ligából szerintem emlékeim szerint. Igen, 325, én kinyomtattam, készültem. James kapott ugye szerződés hosszabbítást, 250, Chilwellnek 200 000 hetente, Fofana 200 000 szintén. Igen, minden egyes font megérte szegénynél, ugye a sérülés miatt Nkunkunak van még ilyen magasabb, a többiek az már jóval alacsonyabb, és ugye itt is volt egy ilyen irányváltás, hogy nem adnak meg rögtön ilyen nagyobb összeget, hanem egyrészt teljesítmény alapú fizetéseket kínálnak, és például állítólag ebben nem egyezett bele Mason Mount, és ez vezetett a távozásához. Tehát most azzal, hogy a Chelsea például nem szerepel európai kupában, ezért most alacsonyabb a fizetésük bizonyos játékosoknak. Egyébként nagyon érdekes, amit mondtok, mert Anglia vagy a nemzetközi top futball egyébként különösen arról híres, hogy ott nem annyira teljesítményorientált a bérezés, sokkal inkább azt mondjuk, hogy én nagyon jó játékos vagyok, én ennyit érek, ennyi a kereslet, ennyi a jövedelmem, pont. Aztán, hogyha adtok, mit tudom, meccsenként hasonlóan 5 vagy 10 000 fontos meccsprémiumot, az csepp a tengerben. Igen, de most itt a történet ugye az, mert ez is nagyon érdekes egyébként, hogy szerintem csomó játékosnál lehet már hallani nyilatkozatban, hogy nem önmagában, pláne a karrierje korai szakaszában, hogy a projektet választja. Tehát, hogy a csomó nyilatkozatban mondja, mert az, hogy önmagában játszom egy csapatba, az nekem sokkal kevesebbet ígér, vagy nem feltétlenül önmagában dönt a karrieremről, mintha egy hosszú távú történetben tudom, hogy mi a helyem, hova megyek, és valószínűleg ezt az alkut kötik meg ilyenkor, hogy ők nekik azt ígérték, vagy ez a történet azt ígérte, hogy a 3 év múlva lévő világválogatottban nőhetnek föl együtt, hogy végül ebből mennyi lesz az igazság, az nyilván majd a eredmények eldöntik. Nekem egyébként ez a projekt annyira bántja, tehát hogy mi nem egy projektek szurkolunk, hanem egy csapatnak szurkolunk, tehát hogy mi azt szeretnénk, hogy most legyen sikeres, nyilván átéltük már, azért nem most kezdtük, vagy még valószínűleg nem is az Abramovics érával kezdtük a szurkolást, tehát azért láttunk már ezt-azt itt a Chelsea körül, de hogy nyilván azt szeretnénk, hogy ez most működjön, most örülünk akár annak, hogy a Liga kupába ment egy kört a csapat, nem annak, hogy majd 2030-ban lesz ebből valami. De érdekes egyébként a csapat, vagy legalábbis az edző, az nagyon tudatában van ennek, tehát ugye a Potterrel szemben a Pochettino lényegében nem nagyon mindig utalgat rá, hogy tapasztalnak, de hogy mindig elmondja, hogy de meg kell, ez a Chelsea, és itt nincs olyan, hogy majd jövő héten nyerek, vagy a következő vadon nyer, másképp is, hogy közbe vesztenek, de hogy legalább az a tudat nincs, mint amit a Potteréknél viszont nagyon sokszor volt, hogy majd, de valóban egy csapat szurkolóinak ez kevés érdekes, hogy mi lesz 2 év múlva. A klub felépítése az mennyiben változott meg az Abramovics érához képest? Egyszer beszélgettem Lőv Zsolttal, és megosztott egy-két ilyen háttérinformációt, hogy ő amikor oda került, azt mondta, hogy még sose látott olyan szervezett klubot, mint az akkori Chelsea. A Abramovicsnak volt egy hölgy, most nem fog eszembe. Marina Granovskaya. Igen, Granovskaya, a jobb keze ügyvezetője, nem tudom milyen, aki hetente egyszer tartott egy értekezletet, és csak az volt a téma, hogy miben segíthetek, és azt megkapták. És azt is mondta, hogy ez azért nem volt mindig így, szólt a klub legenda, mert az elején megérkezett Abramovics, és bejárt az öltözőbe, mint egy klasszikus új tulajdonos, és aztán rájött egy 3-4x év múlva, hogy ez Anglia, itt a tulajdonosokkal elláton ülnek és finoman tapsolnak, és egyébként beállt egy olyan működési modellre a klub, amire mondom még egyszer, Lőv Zsolt maga is azt mondta, hogy ő pedig sok helyen járt, ő ilyet még nem látott. Na most ehhez képest hogyan szervezték át, vagy hogyan néz ki most a klub működése? Hát azért ez is elég kaotikusan alakult, azért itt is legalább annyi embert igazoltak, mint nem tudom, a középpályára, ugye? Vagy az edzői sorból, azt hiszem, ötödik egy év alatt a Pochettino, ugye? Meg volt egy átmeneti, az a igen. Ötödik. Tehát ugye először az sem volt tiszta, hogy ennek az új tulajdonosi kör hogyan fog, hány emberből áll, most 8 vagy 9 ember van felsorolva a Chelsea honlapján is, akik ezt az igazgatóságot, meg a... Hát konzorcium, igen. Ugye Todd Bowley is először még sportigazgatóként is fellépett, tárgyalt, körbeutazta a világot, aztán utána ezt a szerepet leadta, sőt most elvileg még ebből is hátrébb lépés, az Egbali nevű társtulajdonos fog helyette sok mindenben dönteni. Most ugye van két technikai igazgató, Lawrence Stewart és Paul Winstanley, ők is az egyik a Monacótól, a másik a Brightontól, milyen meglepő, érkeztek, és ők hát igazából, mivel mellettük nincsen egy sportigazgató, hiszen az időközben egy pár hónap után lemondott, ezért most nekik kell egy csomó mindent elintézniük. Egy pár hete volt velük egy nagy interjú a hivatalos honlapon, és ott azért nyilván ők is így próbálták egy kicsit szebbé tenni a képet, mint amilyen valójában, és elmondták, hogy a saját feladatukról, meg hogy nyilván türelmre intették a szurkolókat, de megint ugyanoda tudok visszajutni, hogy most a szurkolókat az nem, tehát hogy nem kell nekünk azt tudni, hogy egyébként ki az ügyvezető igazgató, meg ki a technikai igazgató, nekünk az a fontos, hogy ki a csatára kilövi a gólokat, de hogy szerintem még ez a működés sem állt be teljesen, tehát hogy még nagyon bizonytalan, hogy most ebben akkor ki, hogy találja meg a helyét, ki az, aki mondjuk scoutol, ki az, aki kinézi a játékosokat, ki az, aki tárgyal, tehát hogy még már ez a harmadik ilyen átigazolási időszak volt ezzel az új körrel, és talán ők már így tavasszal érkeztek, de hogy még ez az idő kevés volt arra, hogy így minden a helyére kerüljön ott a klubházban is, és hát ami nekem nagyon hiányzik, az egy olyan klublegenda, mint amilyen Petrücse volt mondjuk a korábbi időszakban, aki egy tökéletes, igazából találtak neki egy ilyen tanácsadói szerepet, de jóval több volt ennél, tehát hogy egy összekötő kapocs volt a csapat és a klubvezetés között, az edzői stáb és a klubvezetés között, a szurkolók felé is, hiszen amikor volt ez a szuperligás őrület, akkor ő ment ki a szurkolókkal beszélni. Most szerintem nagyon jót tenne a csapat imidzsének, bocsánat, hogyha lenne, meg az egész megjelenésnek, hogyha lenne egy ilyen ember, akár Terry, akár Lampard, bár ön nyilván már kétszer megéget nem vállalná el, de hogyha akár Drogba, tehát hogyha egy ilyen kaliberű figurát oda tudnának állítani a szurkolók a média elé. Ja, érdekes volt, mert a Terryről azt hittem, hogy erre készül, bizonyos értelme. Az ő kapcsolata úgy tűnt, hogy ilyen kiegyensúlyozott ezzel az érával is, tehát azért ő ott volt bizonyos helyeken, jelen volt a stadionban mindig, tehát hogy neki nagyon jó volt jó maradt a viszonya, meg nagyon közel van a Chelseahez, és azt hittem, hogy majd, meg most is, sőt, voltak olyan pletykák, hogy általa képviselt vagy vezetett konzorcium kis tulajdonosként be is száll egy picit a tőkeemelés keretében a Chelsea-be, szóval azt hittem, hogy ő kap majd valami ilyesmit, de nem, valóban nem, formálisan sose valósult meg, de igen, ő nála valószínűleg ideális lenne egy ilyen típusú pozícióra. Próbáljuk megfejteni, hogy mi a vízió. Pontosabban hát magyarázzátok el, hogy mi a vízió, mert én azt látom, hogy a Brighton már sokat gyára került elő. 250 millió font körüli összeget fizettek ki a Brightonnak játékosokért, elhapolták és kifizették az edzőt, kivásárolták az edzőt a Brightontól, Brightontól hoztak klubvezetőt. Miközben ezzel az irdatlan költekezéssel vagy játékos investícióval szemben a Brighton az kifejezetten egy nagyon olcsón, többnyire ingyen, jó scoutinggal ingyen vásárolt játékosokat fölépítve ad el nagy pénzért. A Premier League azt hiszem 17. vagy 18. költségvetési klubjáról beszélünk, ami évek óta most már stabil top 10-es, és egyre inkább előrefele, most éppen a harmadik helyen állnak, ha jól emlékszem, mozognak. Tehát minthogyha a cselekedet és a pénzkiadások, még akkor is, hogy értem, amit mondtok, hogy el kellett tüntetni a nagy bérköltséget. De mégis merőben ellentétes lenne azzal, minthogyha a Brightont utánoznánk, pedig nagyon úgy tűnik, hogy fiatal játékosokat veszünk, relatív kisebb bérrel veszük meg, vagy ki tudja, nem tudom, de szerintem a Brightonnál még olcsóbban és még kisebb bérért vesznek játékosokat, és mégis jobban csinálják. Tehát, hogyha nem lenne szinkronban ez a történet, mi a vízió? Az a vízió, amit a Brighton csinál? Vagy nem az a vízió, amit a Brighton csinál? Hát szerintem előbb újra kellett kezdeni, és ha már újra kezdték, akkor úgy gondolták, hogy fiatalokkal csinálják egyrészt, tehát nem gondoltam, hogy másrészt nekem mindig van egy ilyen, hogy ilyen nagyon sikeres kisklubok modelljeit, nevelőklubok modelljeit egyszer csak elirigylik nagy csapatok. De ezeket nem lehet összevetni, mert olyan más a nyomás, a történelem, az igények, a szurkolók része. Ezeket nem lehet összevetni, hiszen nem baj, ha kikapsz a Brightonnál. De jól érzem, hogy összevetik? Egyébként? Hát valószínűleg lehet, hogy én érzem. Nem, hát az nyilván, de hát az szerintem nem létezik olyan klubvezető Európában, aki nem mondaná, hogy az a parádés scouting rendszer, amit fölépít a Brighton, az ne lenne jó nálam, hiszen menjen jó lenne, ha én is kiszúrnám 15-6-7 évesen ezeket a zseniket odahoznám, és akkor utána pedig vagy 100, vagy igen, és akkor 100-150 millió euróké haigálhatom szét az európai topkluboknak. Tehát mint modell szerintem nincs olyan, aki azt mondja, hogy ez nem egy jó modell, csak szerintem az a tévedés ilyenkor mindig, hogy ugyanazt a koncepciót nem lehet valójában egy bizonyos klub méret, egy szurkolótábor, egy globális brand után építgetni. Tehát, hogy nem véletlen, hogy a nap végén, mikor a BL4-nél vagyunk, akkor azért nem az van, hogy a Brighton van. Ott hiába egyébként egyre jobb, meg egyre stabilabb, meg nyilván ennek között egyre több bevétele lesz, tehát egy kicsit változni is fog mindig, de nagyon más tehát, hogy az edzőknél is érdekes egyébként, most valószínűleg a Deserbi lesz a következő, akit majd valaki elvisz, de nagyon érdekes, hogy lényegében a Potterrel azt mondták, hogy az egy lényegében egy megépített, nem tudom is milyen különleges, hát sokkal jobbá tette a csapatot a Deserbi egyébként pillanatok alatt. Tehát, hogy valójában annyira látszik, hogy a modell meg a struktúra úgy meg van építve igazából, hogy a jó edző vagy a klasszis edzőből még többet tud belőle valószínűleg megépíteni, de valószínűleg ez ellophatatlan ilyen értelemben szerintem, hát mint modell. Igen, azért, mert a Chelsea mondjuk itt az európai foci táplálékláncának egy-két szintjével magasabban szeretne lenni, vagy volt az elmúlt években, és ő nem játszhat Brighton, tehát neki nem az a célja, hogy kinevelje és eladja a Realnak, a Barszának, a PSG-nek ezeket a játékosokat, hanem hogy azokkal nyerjen, és még egyenlőre, tehát ebből szeretne inkább profitot termelni, és nyilván azt azért tegyük hozzá, hogy ők ugye Amerikából jönnek, ott egy csomó major sportban, vagy major ligában szereplő klubban van érdekeltségük, még hogyha valahol kisebbségi is, de hogy teljesen másként működik az amerikai klubmodellek, mint itt az európai foci, és hogy erre... A szurkolói kultúra is teljesen más, tehát ott nincs olyan típusú nyomás, hogy bejutottam a rájátszásba, vagy nem jutottam be, mindenki tapsol, örül, megeszi a virslit, megeszi a sört, azt utána hazamegy kisúrdással. Nincs tüntetés a itt meg azért van, tehát itt a szurkolók, olvasom, azért nyilván lázonganak, vagy értetlenkednek, ami még ebben az elit negyedében is Londonnak azért elég hangos tud lenni, és akkor nem menjünk el mondjuk Manchester Unitedba és Glazerekbe, ahol mondjuk a munkásosztály egy kicsit még hangosabban püfölte az ajtót. Tehát én nem tudok egyetérteni az amerikai sportok szemléletét behozza az európai futball, pláne az angol futballba, ahol teljesen más gyökereken, teljesen más kulturális háttérrel működik ez, és ez talán a tanulópénz. Mit fizetett meg Abramovics tanulópénzként, ha egyáltalán megfizetett Abramovics valamit tanulópénzként, és mit fizet meg most ez a konzorcium? Hát szerintem azért Abramovics is azt megtanulta az elején, hogy nem kellett volna akkor se, bármennyire is jól nézett ki, és bármennyire is felbosszantotta az ellenfelek szurkolóit az első 2-3 év költekezése, de hogy azért nem kellett volna. Tehát, hogy nem kellettek volna Smerkinek, meg Paulo Ferreirák feltétlenül, tehát, hogy azért ott egy kicsit ő is túlzásba vitte, és hogy az volt szerintem az Abramovics érának az igazán jól működő időszaka, amikor ott az Ancelotti, tehát a 2010-es évek eleje, 9-10, amikor évente mondjuk igazolt a csapat 3-4-5 játékost hiányposztokra, nyilván voltak benne nagy sztárok, már beszéltünk Shevchenkoról, vagy Anelkáról, vagy ott is voltak persze mellényúlások Torresről, de hogy ez volt inkább, ahol már inkább a hiány, tehát megvolt egy kialakult keret, ahhoz kellett, meg hát nyilván az sok edzőváltás, azért az nem volt szerintem Abramovicsnál sem tervezett, meg ez a nagyon nagy türelmetlenség, ami még egyébként ugye a Ancelottinál is viszonylag 2 szezon után elfogyott, hogy most az amerikaiak mit tanulnak meg, hát egyébként az a hasonlóság, vagy olyan hasonlóság is van, hogy azért ők is, tehát az európai foci mindenféle vezetői szinten reagál arra, amit most itt az amerikai tulajdonosok próbálgatnak, hogy itt a kiskapukat megtalálták, és akkor az UEFA, FIFA megpróbálja ezeket, vagy akár a Premier League megpróbálja ezeket bezárni. Ugye beszéltünk már itt a hosszú távú szerződésekkel, hogy hány évre lehet amortizálni ezeket, beszéltünk a kölcsönadásokról, hiszen ugye a Lone Army, a híres Lone Army, amikor volt, nem tudom, 20-30 játékos volt kölcsönben, és ezeknek is a számát most limitálják, tehát mindenre van válasz az európai focinak, csak hát ezek a már megkötött szerződések, tehát hogy most nyilván nem fogják azt venni, hogy akkor a Caicedo nem 8 évre ír alá, hanem csak 5-re érvényes, tehát hogy ez nyilván egy-két évvel fogja követni ezt az intézkedések a Chelsea-nél történt változásokat. Én abban bízom, hogy tényleg azért ők is felismerik azt, hogy ez is túlzás volt, tehát hogy nem kell feltétlenül az egész keretet egyik évről a másikra kicserélni, vagy hogyha ki is cserélik, akkor nem lehet csak fiatalokra, tehát hogy most ott igen, van egy Thiago Silva, ott van egy Sterling, és mondjuk egy Chilwell, aki még az idősebbek közé tartozik, rutinosabbak közé tartozik, tehát hogy azt a tapasztalatot, amit... De ugye 1.30 felülti van a Thiago Silva, tehát ugye a Chilwell az olyan 28. A legstabilabb egyébként, ugye ott nagyon jól játszik még mindig. De nagyon, nagyon furcsa egyébként, mert ez ugye szemléletbeli különbség is, hogy hogy évtizedek óta hogyan működnek a major sportok, alapvetően valóban statisztikai alapon, de sokkal kiszámíthatóbban, figurális alapon működnek. Kevesebb NBA hoki, kevesebb játékossal, kisebb területen, kiszámíthatóbb figurák mentén működnek. A futballban sokkal-sokkal nagyobb az ösztönösség és a véletlennek a szerepe. De ezt is teszik. Itt nem úgy jönnek a piaci, és se a sportszakmai piaci újítások, észrevételek után az eredmények nem olyan szisztematikusan jönnek, mint mit tudom én az NBA-ben. Tehát, hogyha ott valaki igazol 4-5 jó játékost, azzal már nagyot tud előre lépni, vagy kicseréli mondjuk a teljes keretet, és azt mondom, hogy itt azért ez nem így működik a fociban. Igen, de annál meg szerintem azért tudatosabb most már az építkezés, mint ahogy most hangzik. Ebbe azt látom, hogy bízol a jövőben. De nem, most ha megnézed a keretet, egyébként nagyjából ez a szurkolói lelkesedés. De meg tudod mondani, hogy melyik posztra melyik két játékossal terveznek. Egyébként is hol van még benne az a három lyuk? Hát, van legalább 4 olyan védekező középpályás, ilyen 20-30 millió fontért hozva, hogy ihaj. 4 bal hátvéd. 4 bal hátvéd, hát ott igen. Ugye, na, például az egy betli, mert ugye ott nyilván azért van a 4, mert a Kukurellát nem tudták eladni az utolsó pillanatban, hogy itt ragadtam Átszen, akit el akartak adni az utolsó pillanatban, viszont ő maradni akart, tehát hogy betli van benne, de hogy valójában a de nem ez a tanulópénz? De szerintem ez bármelyik csapatnál előfordulhat, tehát olyan van, hogy érted, kiszámolt, hogy őt eladom, és ő marad, ám az utolsó napra kiderült, nem tudom eladni, ezért megpróbáltad a másikat eladni, aki viszont azt mondta, hogy meg a Chelsea-be szeretne futballozni, és akkor beragadtak ebbe a helyzetbe. Egyébként a Mátszen nem ír alá ősszel, én biztos, hogy nyáron, télen eladják. Tehát hogy valójában ezeket csinálják meg. Azért az amerikai őrület, hogyha ez vagy az onnan jövő tudás futballban megjelenő őrület emellett, azért az egy korlátozó tényező, hogy tényleg top klubokkal igazolták a többi klubvezetőt. Más kérdés, hogy szerintem az van, amit a Dávid mondta, hogy még azt se tudják, merre kell kanyarodni a klubház, meg hogy kinek mit kell csinálni, de valójában olyan sokat igazoltak, akinek top szinten van tapasztalata ilyen olyan kluboknál, így vásárolták össze őket, és mondom, ettől még elronthatták persze az elejét, meg a közepét, de hogy én azt nem gondolom, hogy az egész tévedés lenne, mert hogyha 2 év múlva lehet, hogy itt ülünk, és megnézzük, hogy egyébként amit most felépítettek, hogy a Colville James hátul, Chilwell, Colville James, Madsen, most az ugyanaz a poszt, de mindegy, a Dissasit megvették a Silvaére, egyébként a Lavia, Enzo, Caicedo, és egyébként előle a Mudryk, Jackson, Broha, Madueke, nem tudom melyik marad éppen, a Maduekére már kevés tétet tennék, de mindegy, tehát hogy ezek közül, ha egyébként 6-8 van a csapatban, akkor valójában egyébként most megépítették azt a vázat, amire majd lehet, mert azért, amit a Dávid mondott, az nagyon fontos, abban a csapatban végül, mikor a sikerei csúcsán volt, ugye erről a klasszikus Terry Lampard, Ashley Cole, Drogba csapatról beszélünk, 5-6 csapatkapitány volt azért, a nemzeti válogatott csapatkapitány volt benne, tehát a Cseh, Essien, Terry és a Lampard lényegében most éppen melyik Ballack, hogy melyik az angol válogatott csapatkapitány egymás közt cserélgették. Ami jelzi a karaktert is. A Drogba, tehát igen, az azt jelzi, hogy azok tele volt vezérrel, írtózatosan tapasztalt futballistával, ez volt a csúcsa annak a csapatnak. Ez most, amit most csinálnak, az semmiképpen nem a csúcsa ennek a csapatnak, vagy ha igen, akkor nagyon nagy baj van. Tehát nem is feltételezhették, hogy most fog megtérülni röviden. Itt az a nagyobb kérdés, hogy elrontották a következő 2 évre is, vagy képesek lesznek azokra, amiket a Dávid mondott, hogyha vannak viszont olyanok, ami hiány, akkor oda olyan tapasztalt játékost igazolni télen, csak 1-2, aki viszont tényleg nagyon erősen illik bele a csapatba. Nekem ez azért vannak ezzel kapcsolatban kételjei, mert nézd meg, most a cserekapusnak is muszáj volt egy ilyen fiatal srácot hozni, azt a szerb. Igen. Tehát, hogy akkor miért nem lehetett oda, most nem azt mondom, hogy feltétlenül a Dehát kellett volna, vagy a Loris, de hogy egy cserekapus játszik esetleg a ligakupába 4-5 meccset, és akkor megvagyunk. Hát a kapust én egyáltalán nem értem. Tehát, hogy elhozták a Brighton sokadik számú kapusát, ugye szinte Brighton, bár egyébként érdekes, mert nekem meggyőződésem volt, én sok politikai podcastben szereplek, úgyhogy nem csoda, hogyha ilyen konteókat állítok föl. Nekem meggyőződésem volt, hogy a Caicedo biznisz része, tehát hogy ne fizessék túl a Caicedo-t, tehát ne legyen az, hogy bármennyi pénzt ki lehet szedni, ezért lement a Sanchez biznisz X fonttal, és majdnem biztos voltam benne, hogy ezért a Caicedo végül egy egyébként korábban értelmezhető áron, csak ugye közben fölfutott a Caicedo ár, de hogy Liverpool. És igen, mert jött a Liverpool, és akkor egy ilyen közös deal keretében a kettő, csak az egyik el van csöndesítve, és ne legyen az a tudat, hogy a Chelsea-től bármennyi pénzt ki lehet zsarolni. Ehhez képest a Caicedo világ összes pénzé jött, plusz itt maradt a de én pont ezt érzem, tehát hogyha megnézzük, mondjuk hozzunk egy nagyon egyszerű hasonlatot, mert ugyanazok a számok. Megnézzük ezt a Mudryk fiatalembert, akit 22 nyarán idehoztak, és megnézzük a Szoboszlai dílt, 70 millió. És nagyon hazahúz a szívem természetesen, de ég és föld. Tehát a belépés a Premier League-be, a közönség elfogadása, a szakmai, sportszakma, az angol sportsajtó elfogadása teljesen mást mutat az egyiknél. Értetlen játékuk. Az következik. Abszolút. De az egyik egy ilyen, mint hogyha tényleg amit mondtál, hogy na ez a Chelsea most mindent el lehet adni, és akkor sózzunk rá mindent, és hatalmas ilyen lehúzás van a történet végén, én ezt érzem, ami továbbra is visszacsatolok játékosok a tanulópénzt fizetik. Igen, de az fontos, hogy ezeknél a játékosoknál mindig benne volt egy másik Premier League topklub ugyanazzal az ajánlattal a meccsbe. Tehát a Caicedo-t ugyanezt fizette volna a Liverpool. Egy jó menedzser akár 3 ilyen ajánlatot is tud hozni. De a Mudriknál tényleg hát az Arsenal ugyanezt fizette volna, és már lényegében rajta volt a mez, mikor levették. Tehát, hogy... Valamiért az az érzésem van, hogy a Mudrik az Arsenalba viszont most brillírozza. Szárnyalna, igen, nekem is. Egyébként nagyon érdekes a belépőt mondott. Egyébként a Szoboszlai szerintem azért csak egy zárója, mindent fölülmúl szerintem, amit bárki, tehát elképesztő, amit művel szerintem. Tehát hogy nem is tudom, hogy volt-e ilyen jó belépő az utóbbi időszakban, ilyen 0 kilométeresen. Ez nagyon-nagyon ritka. Tehát hogy ez szerintem egészen hihetetlen, tehát ő külön kaszt még ezeken belül is. Azt mondták, hogy fél év kell. Hát igen, hogy nem hogy fölveszi a tempót, hanem hogy a legjobbak közön az első pillanat, és ugye a McAllister olyan volt ugye a nyári hangulat, mintha McAllister mögött tőlen a második középpályás igazolás. Hát ugye McAllister tánon lekapkodja Klopp a Szoboszlait, amikor csak lehet játszatja. De a Mudriknál egyébként a belépő, az első meccs, nem tudom ki emlékszik már, valójában az első meccs után ugyanez volt a hangulat. A Liverpool ellen szállt be. Hát egy szegény Milner, nem tudom, 4 perc után kellett lecserélni, mert nem tudta, hol van a Mudrik, mert úgy száguldozott, olyan volt, mindenki azt hitte, hogy hát ez holnapra, és utána pedig soha többet nem láttuk azt a Mudrikot. Igen, a futballban. De vannak a kiismerhető játékosok, mert ugye a következő meccsre kielemezték és azonnal nézték, merre cselez, hogy veszi át, hogy kell megtámadni, stb. És vannak a kevésbé kiismerhetők. Szerintem a Szoboszlai pontosan ilyen, aki hát egyrészt a labda birtoklása, a labda fedezése, a gondolkodási gyorsasága, a passkészsége és passsebessége valószínűleg jobb. Pedig tengelyben játszik, ellentétben Mudrikkal. Na, de mondjuk ugyanakkor a védőnek meg így könnyebb dolga is van, mert ugye tudja terelgetni. Ezt meg is száfoltam magam. De akkor beszéljünk egy kicsit a szakmai részről, hogy miben bíztok. Tehát szerintetek igaz ez az állítás, hogy azért ez, amiről már szó volt itt az elején, hogy ez a csapat a statisztikai mutatókban, meg mindenben, vagy Pochettino csapata egész pontosan idei csapata, sokkal több annál, mint amit pillanatnyilag mutat ez az 5 pont és a 14. hely, hiszen egy rakás mutatóban a Premier League elején vannak, és akkor beszéljünk egy kicsikét erről. Hát ebben bízhatunk, igen, az XG alapján majdnem 12 gólt kellett volna szerezni, ehhez képest van 5, és abból is ugye 3 a Luton ellen, ami azért valljuk be, hogy ennek a szezonnak a bőven a leggyengébb csapata, nagyon szimpatikusak, meg lelkesek, de hogy azért úgy ki fognak esni, mint a tejfog, ahogy egy klasszikust idézek. Igen, ebben lehet bízni, hogy előbb-utóbb ez kiegyenesedik, de hogy mikor, tehát hogy most azért jön a Fulham, jön a Burnley, 2 idegenben, 2 olyan meccs, ahol azért biztos rá mehetünk, most már az előző hetek alapján meg főleg, tehát hogyha abból a 2 meccsből 2 pont lesz, akkor szerintem azt mondjuk, hogy simán benne van. Nem azt mondom, hogy aláírjuk előre, de hogy nem lehet azt mondani, hogy egy Chelsea idegenben mondjuk egy Burnley vagy egy Fulham ellen esélyesként megy ki. Most sajnos, igen. De nincs meg a játékosok közötti kapcsolat folytonosság még, hát de ez mondjuk szerintem egyértelmű, tehát hogyha mondjuk 30 játékos fordul meg fél éven belül az öltözőben, plusz 5 edző, akkor ez teljesen törvényszerű. Igen, de nézzük meg Pochettino érdemei. Azért ugye egyrészt a Premier League legmagasabb labdabirtoklását produkálják 69,6%-kal. Ez jelenti azt, hogy ők egy labdabirtoklásra épülő domináns játékot szeretnének, amiben, hogyha egyébként ezek a játékkapcsolatok nincsenek meg, akkor ez még eredményben valószínűleg nem párosul. Jól látom ezt? Szerintem igen, abszolút. És hát azért az sem segíti ezt az összeszokást, hogy folyamatosan esnek ki az emberek. Tehát, hogy az, hogy az ideális kezdő, vagy a legjobb kezdő, az szerintem maximum majd tényleg csak január közben állhat össze, amikor az Nkunku visszatér, addig ilyen toldozgatás van, és persze vannak bíztató jelek, ez a Palmer srác, akit a City-től sikerült elhapolni, nagyon bíztatóan játszott, most a Brighton ellen is az egyik legjobb volt, tehát neki szerintem most abszolút helye lesz a kezdőben. Jackson, ugye egy másik kérdés, azért a képességei tehát tényleg kiválóak, de hogy kell neki 5 helyzet egy meccsen, belőjön belőle egyet, és azért ez nem mindig. Valakinek belefér, Hollandnak belefér, sajnos Jacksonnak, vagy a Chelsea-nél ez jelenleg nem fér bele. Nem tudom, hogy mikor fog ez tényleg kiegyenesedni, és mellette azért az a Sánchez, nem tudom, Peti, te mit gondolsz róla, de nem egy életbiztosítás, tehát eddig azért jóval több bravúrja volt, de hogy simán benne van, hogy egy-két potya még azért ott jelentkezik, és hogy akkor meg, tehát hogy nem látom azt, hogy a Chelsea mikor fog mondjuk 2-3 gólt szerezni egy meccsen, tehát most abban lehet bízni, hogy valahogy egyet begyötörnek, és akkor utána majd így ilyen birkózással megtartják az eredményt. A védekezési mutatójuk is nagyon jó, tehát mint hogyha úgy pillanatnyilag ott tartanának, hogy jól szervezzük meg a hát igen, csak ez egy középcsapatnak a... Valahol el kell kezdeni, nem? Azt szokták mondani, hogy védj egy jó kapus, szervez meg a védekezést, az a legegyszerűbb. Dárdai Pál is azt mondta, hogy egy védekezést leoktatni az egy hét. Egy jó képesség csapatnál, tehát egy jó képességű felnőtt csapatnál. Egy gólra törő, célirányos támadásvezetést fölépíteni, az inkább fél év, hogy mindenki tudja, hogy hova kell fusson, stb. Igen, egyébként a Jackson az nagyon érdekes, mert én belé látom a legtöbbet, tehát a mozgása, a testalkata, tehát tényleg van benne egy ilyen sokat hozzák párhuzamba Drogbával, és nyilván nagyon fiatal, meg viszonylag tapasztalat, de én nagyon tehetségesnek látom azzal együtt, hogy eddig ő is ilyen értelemben betli volt, mert valóban rengeteg gólhelyzet ment el. Ráadásul kisárgázta magát ennyi fordulat, ami azt jelenti, hogy ugye egy centerként a hatodik fordulóra kiesni 5 sárgával, az azért bravúrt jelent összességében, és ugye a Broha meg még nem teljesen egészséges, tehát most problémára probléma, mert ugye újra, tehát a szedett-vedett csapatból kiesik a center, plusz a Chilwell megsérült, tehát megint 2 mínusza, úgyse voltak meg. Szóval ebből a szempontból katasztrofális a helyzet. A Palmer egyébként egy nagyon érdekes kérdés, mert szerintem ő az, akivel talán megtalálja majd azt a kapcsot a középpálya meg a támadások között, meg azt a kreativitást, amire szükségük van. Legalábbis most a Brighton ellen én már lehet, hogy túl bizakodó vagyok mindig, de benne volt az talán, mert meg az Enzónak tényleg, ugye nyilván az Enzó a legjobb, meg a legfontosabb játékos ennek a csapatnak, és látszott, hogy amikor ott föltologatják arra a 10-es környékére, egyszer nem működik. Tehát ahhoz képest, hogy ő még a legrosszabb, legvesztesebb meccseken is hogyan uralta a középpályát, mert főleg a Liverpool első fordulóban mindenki el volt ájul, hogy ilyen világklasszis teljesítményt már régen láttak, hogy ő uralja a középpályát, de láthatóan, hogy kimozdítják abból a számára komfortos térből, akkor ott nagyon el tud veszni, és egy kicsit szerintem ez volt. És mondom, ez a Kunku szerintem ott az a terület azért volt fontos, és mintha most a Palmerrel próbálná majd. De most ez kiderül hétfő, hogy megcsinálja, mert egyébként meg azért nem csinálta eddig szerintem, mert közben meg attól tart, hogy akkor túl kevesen vannak azon a téren, mert ugye így akkor a Caicedo meg ugye a Gelegert kell kivenni, hogy a Palmer benne akarja tartani, aki meg egy sokkal védekezőbb, meg rohangálósabb középpályás, tehát hogy szerintem eddig azt az egyensúly miatt nem merte kivenni onnan a háromból a Gallagher, Caicedo, Enzo közül egyiket sem, és most szerintem a Gallaghert lehet, hogy megpróbálja kitenni, és a Palmerrel kezd, csak ugye ez meg az a védekezés, amire meg épít, valószínűleg azt gondolja, hogy azt veszélyezteti, szóval ez a dilemmája szerintem a Pochettino valamivel, aminek majd meglátjuk, hogy hétfőn mit kezd vele. De egyébként már most is ugye a másik dilemma az a balbek, hiába van, nem tudom hány balbek, de egyik se játszik balbeket, mert azt a Colville játsza, aki egyébként a belső védő. Tehát hogy valójában ugye ott is van nyilván egy ilyen taktikailag ugye utána már máshogy néz ki, de pozícióba, a védekezésbe ugye a Colville húzódik ki balra. Most már Chilwell szintén visszarakta, de ott szenved ott is, mert ott meg nyilván azt érezte, hogy ha Mudrik van, akkor nem lehet mögé tenni a Chilwellt, mert ugye akkor a két rohangáló ember a bal oldalon túl sok veszélyt jelent, ezért azt a biztonságot választja olyankor, hogy vagy a Colville Chilwell, vagy a Colville Mudrik. Most fordította meg ugye, hogy most kipróbálta a másik verziót, de hát nyilván még látszik, hogy mindennel kísérletezik, hogy mi legyen. Mert most egyébként a Palmer mellett a Matzent is lényegében ebbe a pozícióba tesztelgette, aki szintén nagyon okos játékos egyébként, az egy alulértékelt futballista szerintem. Én most ismerkedek vele a nyártól, a edzőmeccsektől, nekem irtózatosan okos. Sajnálnám én is, hogyha elmenne. De nem rossz ez egyébként, hogy fél évente ismerkedtek új futballistákkal. De ő az saját nevelésű azért fél év. Egyébként még a műsor elejére visszatérve, a másik a Chelsea könyveiről mindig elfelejtik azért, hogy ő irtózatos, tehát sokat költ, de irtózatos mennyiségben árul a közvélemény számára teljesen ismeretlen játékos, mert sosem senki nem tudja, a Chelsea játékos, mert lehúz 2-3 idényt Championshipbe, alacsony rangsorású Premier League vagy szériás csapatba, de utána ezeket 20-30 millió euróké fontokig el lehet passzolgatni, tehát ilyenek azért minden évben mennek ki a Chelsea akadémiáról. Hát most a Livramento-ból, akit most ugye rengeteg pénzén megvett a Newcastle, még azt hiszem a Chelsea top 5 bevétele között, most lehet, hogy nem a top 5, de hogy nagyon jelentős pénzhez jutott, mert ugye ő is Chelsea nevelés, és be volt építve a klauzula a szerződés, hogyha eladják, akkor még mennyit kap érte a Chelsea. Tehát hogy egyébként ilyen font milliók még azért esnek be attól, hogy talán nem olyan látványos, mint ha nagyot valaki. Pont a Jacksonról olvastam, még az Independent most kap ezért 20 millió fontot még részesedésként, mert benne volt a klauzulában. Nagyon jó dílt kötöttek, mert összesen 30 év, vagy valami ilyesmi vette a Chelsea, úgyhogy az egy ügyes díl volt a részükben. Harry Jackson? Azt hiszem róla volt szó a cikkben, ha jól emlékszem. Mindegy, valamelyik Chelsea, vagy, de nem lehet, hogy az Enzóról. Enzóról volt szó, bocsánat. Igen, a 118-ból jött le az a 20, és akkor még a gyerek egyesülete is kap valamennyit. Egyet nem érzek a Chelsea házatáján vezetésében, rajtatok érzem a feszültséget, meg a kicsit optimista vagy pessimista. A Dávid pessimista, mint én. De egyet nem érzek, hogy egyébként Pochettino környékén pánik lenne. Szerintetek van, jön majd a 7. edző, ugye, vagy nem tudom én hanyadik, most már is rontottam a mattát, aztán Pochettino 6, igen, tehát jön a 7. edző belátható időn belül, vagy tényleg az van, amit ezek a számok és az elemzők is mondanak, hogy sokkal jobban néz ki ez a mutató, mint mondjuk a tavalyi évben, hiába 12. és 14., tehát 2 hely mínuszban vannak. És emiatt nincs pánik, és hagyják majd dolgozni ezt az edzőt, aki egyébként egyszer-kétszer már megmutatta, hogy ő azért oda tud vezényelni a Premier League első harmadába csapatokat. Szerintem most most még azért tavaszig mindenképpen ki fog tartani. Tehát, hogyha mondjuk február környékén is ez az alsóházi helyezés lesz, akkor lehet ezen elgondolkodni, hogy itt, és mondjuk se FA kupa, se Liga kupa, az, mert azért ez zárójelbe tegyük hozzá, hogy most itt viccelődtünk ezen a Liga kupa győzelmen, de lehet, hogy most a Liga kupából lesz a legegyszerűbb kijutni a Chelsea-nek majd Európába, vagy visszajutnia, mert csak 3 kört kell sikeresen teljesíteni hozzá. Úgyhogy a Blackburn a következő ellenfél. Tehát még egy szerencsés sorsolás is jött. Tehát, hogyha azért mutat majd bármiféle biztató jeleket, most nyilván nem azt gondolom, hogy hirtelen ott leszünk a top 4-ben, és vagy akár a Citynek az üldözői leszünk egyik pillanatra a másikra, de hogyha mondjuk azért látszanak tényleg a javulás jelei, akkor szerintem azért a tulajdonosok türelme is ki fog tartani. Tehát azért főleg az, hogy most már ez az a projekt, ami úgy elindult. Most már ő az az edző, akit az új tulajdonosok választottak ki, megkapta igazából gyakorlatilag az összes játékost, még szerintem azokat is, akiket nem kért. Igen. Tehát, hogyha most benne sem bíznak, és mondjuk elég rövid távú gondolkodásra vallana, de nyilván, hogyha meg azt látjuk, hogy továbbra is ez a szenvedés lesz, és egy döntetlen, egy vereség, egy győzelem, akkor viszont lehet, hogy váltani kell. Nem tudom, hogy kit. Most már azért tettek fel mindenféle az angol fogadóirodák, ugye szeretik ezt borzolni a kedélyeket ezzel, hogy ki a legesélyesebb, nyilván De Zerbi adná magát, de szerintem még egyszer nem fog a Chelsea ebbe a hibába esni. Igen, én azt gondolom, hogy pont ezt a részét kifizették tavaly, ezt a tanulópénzt, ugye a Tuhelt nagyon gyorsan lökték ki, ugye, és akkor a Potterről úgy gondolták, hogy sokáig nem ment, újra ki kellett lökni, és akkor jött a teljes szenvedés a Lampárddal, tehát hogy szerintem pont ezt a részét úgy gondolom, hogy a türelmi időszak biztos, hogy megnőtt, ebbe százalékig biztos vagyok. Amit a Dávid mond, azt én maximálisan egyetértek, főleg azért, mert szerintem ugye ha télen is így állsz, és úgy néz ki, nincs Európa, akkor ezeket a játékosokat nehéz lesz tartani. Tehát Enzo Fernández nem fog 3 évig egy középcsapatba futballozni a Premier League-ben, tehát már csak ezért is egy ponton ugye valamit bele kell nyúlni, de mondom én első körben azt gondolom, hogy türelmesebbek lesznek, mert mondom egyrészt nincs más választásuk, tehát pont ezt a két edzőt fizetnek egyszerre, meg már lassan majd még ezt is akkor már 3-at fognak, tehát hogy ez a része. Meg mondom, nem hiszek abba, hogy bármelyik edző is 2 hét alatt összeáll egy ilyen csapat. Tehát, hogy nem lehet ráverni egy edzőre 20 játékos kicserélése után, hogy 2 hét után nem állnak össze. Ha most utána cserélnek, úgyse fog 2 hét. Vagy az első 2 hétben lehet, hogy pont, mert ugye mindig van a edzőváltás utáni felszabadult erő, de nem. A másik probléma viszont a sorsolás, azt már Dávid mondta egyszer, de ugye pont akkor kéne talpra állni, amikor az nem tudom, 6 meccs van egymásra, nem top 4-es csapat. Tottenham, City, Newcastle, Brighton, United így egymás után. Ez egymás öt, ugye, ez 5 egymás után. Tehát 5 a bajnokság első 5 helyezettje, most kis túlzással jelgiállás szerint egymás után jön. Tehát ha most az 5-ből kijössz 2 ponttal, akkor katasztrófa, az 5-ből kijössz 10-zel vagy 12-vel, akkor meg lehet, hogy úgy belövi a rakétát, hogy fölrepül az űrre. Most erre nincs esély egyébként a jelenlegi forma alapján, ez csak azért mondom, hogy ott az eldönti azért, mert ha ott 5-ből 2 ponttal jössz ki, akkor viszont 15. vagy, tehát kis túlzással. Akkor mondom a 2 végletet. Luton, Burnley, Sheffield United tudatában kell-e félnie a Chelsea-nek a kieséstől, vagy a másik oldal, ha az van, amit mondasz, Peti, az optimistább verzió, akkor hol van ennek a idei Chelsea-nek a plafonja? Marad középcsapat, vagy top 8, top 6? Kezdj a Dávid, mert ő rosszabbat fog mondani, mint én, és az optimistább verzióval szállunk ki. Azért olyan top 6, top 6-nat mondok én is, mert azért jó, a City az utolérhetetlen, az Arsenal is előrébb van, persze jól néz ki ez a Tottenham az eddigiek alapján, meg ez a Liverpool, de hogy azért ott mögötte szerintem el lehet evickelni, tehát oda lehetne férni. Azért a Brightonnak... De már az idei, már mint a idei évadban, 24 tavaszán úgy fog állni. Nyilván ehhez el kellene kezdeni meccseket nyerni, ami eddig nem annyira sikerül, de én bízom abban, hogy igen. És bocsánat, még az előző témához én is akkor így a Petinek feldobok egy labdát, utána meg válaszolhatsz erre is, hogy az is egy fontos kérdés egyébként, hogy a szurkolók türelme meddig fog tartani, mert azért az látszott, hogy ez az új tulajdonosi kör, és egyébként Abramovicsnak is voltak ilyen döntései, amik, hogyha azért ott nagyon ment a fújolás, akkor egy pár meccs után ezt ők se szerették hallgatni, és akkor azért kirúgták az adott edzőt. Nem tudom, te most mit tapasztaltál ilyen szempontból. Én azt tapasztalom egyébként a mi oldalunkról, hogy itt a magyar szurkolói klubnál ugyanolyan nehéz jegyet venni most is a Chelsea meccsekre, tehát hogy ugyanolyan gyorsan percek alatt elfogy, nincs emiatt, és minden meccs teltházas, tehát hogy nincs emiatt változás. Abszolút, igen, jegyhez jutni lehetetlen valóban. Én most ugye az össze voltam egy Nottingham Forest-tel, meg Zakopánén természetesen, de igen, azt hiszem nagyon érdekes kérdés, hogy fogy, és most az Attila meg a te előző mondatodra is reagálva, pont az Aston Villánál viszont már éreztem törést. Tehát, hogy ott a hangulatot szerintem megtört, tehát a Brighton az valójában sokkal fontosabb meccs volt, mint az elsőre tűnt. Tehát egy nagyon sima 0-2-nél nem tudom, hogy hogy, tehát egyszerűen lélektanilag, mert nem feltétlenül a számok, adatok, hanem egyszer lélektanilag vannak szerintem pillanatok, amikor el is tud süllyedni valami, meg így ilyen új remény akár még tudnak születni, és az Aston Villa után volt szerintem benne egy ilyen határeset, amikor ilyen megint a tavalyi hangulat előjött, hogy nem, és mintha a Brighton az fontos lett volna ilyen szempontból, hogy újra lehet gondolkodni, hogy mi lesz ezen az 5 meccsen, vagy mi lesz a jövő héten, szóval ez tök érdekes valóban, hogy tart ki, de mondom, szerintem az látszik, hogy ezekkel a győzelmekkel az újra lehet indítani, de kétségkívül nem arról van szó, hogy egy ilyen nagyon... Tehát a Chelsea szurkolótábor sose szok, most pont nemrég mondani, nem a türelem van a DNS-ében a klubnak se, meg a szurkolóknak se, meg a mindenkori tulajdonosoknak se kódolva, szóval aki ezt várja, az aztán a másik klubot kell keresnie, hogy ezt realizálhassa. És akkor a másik része pedig ami pedig, hogy hányba érhetnek, azt hittem, hogy a Dávid sokkal pesszimistábbat mond, és arra tudok rácsatlakozni. Egyébként az elején egyébként nem csak én, hanem ahogy olvastam az angol kommentárok és a felkészülési időszak és a Liverpool első forduló alapján a top 4 környékét, hogy alját, vagy nyilván igen, ez kiemelkedik 1-2-3 csapat, de ugye a Chelsea-t a top 4-ért való küzdelembe gondolta mindenki, majd ezek után jött a kalandos hetek, amelyek után ez már nem gondolom, hogy konszenzus. De egyébként magamtól én is a top 6-ot mondtam volna, hogy oda illene, az biztos, mert szerintem egyrészt nem lehet még egy szezon tényleg Európa nélkül kihúzni a Chelsea-nek, tehát hogy már nyilván kénytelen lesz, ha nem sikerül, de hogy az nagyon kulcskérdés. Még az Európa Liga is lehet, hogy ugye sok szempontból az plusz 6-8-10 meccs, a játékosoknál ugye más el tud osztani a meccseket, más az öltözőbeli hangulat, hogy nem tudom, tehát az egésznek a dinamikája más, hogyha ez benne van az évben, meg más, hogyha nincs benne az évben, szóval egy meccskezése. Meg a bevétel, hát abszolút a bevétel, igen, de ez együtt én is azért jelenleg, hogyha nem lepődnék meg azért, ha csak a 8 lenne végül ennek a vége. Azon meglepődnék azért, hogyha úgy ragadnának lenn, mint ahogy. De a kiesési gondoktól nem féltek. Attól azért. Vagy hogy az alsó harmadban nézegetnek hátrafelé. Nem, egyébként az egyes játékosok teljesítmény, és ez most persze az egy Brighton meccsből nem lehet kiindulni, de azért Mudrik máshogy nézett ki, mint a elmúlt hetekben kinézett. A Caicedo máshogy nézett ki, mint mikor bebukfencezett az első meccsére. Tehát, hogy azért ezek szerintem egy ponton beállnak a teljesítmények bizonyos. Palmer már negyedszer játszott, vagy nem tudom, most már máshogy nézett ki a kapcsolat a többiekkel, tehát hogy szerintem egy ponton azért a Cucurella egyébként brilliánsan játszott jobbeket, amire azt hiszem nem sokan tettek volna tétet, tehát valószínűleg ő lesz a jobbek. Mitoma ellen egyébként, igen, tehát hogy én sajnos azért vagyok depressziós egy csomószor, mert rengeteg Chelsea szurkoló követek Twitteren, ugye, ilyen, és ugye hát a legteljesebb lemondás, tehát hogy most a Aston Villa ellen 2 napig nem mentem Twitterre, mert nem ölöm meg az agyamat azzal, hogy végigolvasom a legdepresszívebb világot, és akkor mikor visszamerészkedtem, most ugye akkor tényleg a Cucurella dicsérettel volt tele, hogy a Mitoma ellen jobbekbe harapott az ember, tehát benne volt minden. Szóval lehet, hogy végül magukhoz téregetnek, és akkor ebből legalább egy konzisztensebb teljesítmény kijön, és akkor valóban legalább igen ez a top 6-os pozíció. Hát az van, jól néz ki más csapat is, de azzal együtt, hogy most máshol lesz az a ter, tehát a Brighton az első Európa Liga meccsét rögtön elvesztette. Tehát, hogy ezek a csapatok azért, mikor meg azért a Tottenham nagyon jól néz ki, de kevesen vannak. Tehát ott is azért most persze nincsenek sérültjeik, de ott meg annyira ki vannak centízolja, hogy a 2-3 kulcsjátékosnak 2-3 hetes kihagyás is meghozhatja azt a hullámvasutat, ami pont annyira elég, hogy bezuhanjon egy csapat, szóval, hogy szerintem ebből a szempontból nagyon eltérő lesz a dinamikája az egyes csapatoknak. Hát, és szokás szerint akkor a karácsonyi szilveszteri őrületben, igen, vagy őrület után lehet azt mondani, hogy mi van. Minden esetre két ezek szerint optimista Chelsea szurkolóval. Hát nekem már van ugye idei mezem, ami rettet se jól néz ki, tehát olyan csodálatos, ez aranyosan csillogó címe rajta, hogy ennek lehet örülni. Abszolút, úgyhogy mindenki vásároljon egy ilyen, ezt aki teheti, és megadatik neki, mert fantasztikusan jól néz ki benne mindenki. Hát azért ne ez legyen a legnagyobb örömöd. Szerintem és zárjuk. Hát ott megtanultunk a kis dolgoknak is örülni. Régen még, hogy kiesel a BL elődöntőbe, vagy bejutsz a BL döntőbe, most szép a címer, ezzel már boldog vagy. Na de Chelsea kapcsán ne ez legyen két Chelsea szurkolónak a legnagyobb öröme, és a többi Chelsea szurkolónak is ezt kívánom. Hát aki meg az angol futballt szereti, az majd eldönti, hogy mit gondol a Chelsea-ről. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, és a hallgatóktól pedig azt kérem, hogy jövő héten is hallgassátok az Itzert, mert új témával jelentkezünk. Sziasztok!